csoportjában a második helyen zárt, és így tovább jutott a nyolcaddöntőbe a Miskolcon rendezett U16-os leánykosárlabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott. A B-jelű négyes záró fordulójában Görögország volt a magyar csapat ellenfele, és a DVTK játékos Ocsenás Móna kimagasló egyéni játékának és a jó csapat teljesítménynek köszönhetően magabiztos magyar siker lett a vége. A folytatásban Horvátország lesz az ellenfél. Miskolcon, a DVTK arénában a fehérmezes francia válogatott ellen kezdte meg szereplését az U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon a magyar együttes. A rendkívül keményen védekező és fizikai fölényét kamatoztató francia válogatott ellen, bár jól kezdtek a magyar lányok, de végül igazolva a papírformát, megnyerték a mérkőzést a fehérmezben szereplő vendégek. Ezek után szombaton a kék mezben látható izraeli válogatott volt a magyar csapat soros ellenfele, és a jó hazai kezdést követően a második félidő már kevésbé volt sikeres. De az utolsó másodpercekben még döntetlenre mentette a házigazda az állást, és a hosszabbítást jobban bírva végül megszületett az első magyar győzelem a tordán. Vasárnap pedig a csoportkör záró mérkőzésén már Görögország U16-osai ellen szerepelt a Círják Szilvia szövetségi kapitány irányításával szereplő magyar válogatott. Az első negyedben összeszedett 5 pontos hátrányt javuló védekezéssel és támadójátékkal a félidőhöz érve már előnnyé változtatták a felvételen fehérmezben szereplő legjobbjaink. De az igazi változás a nagyszünet után állt be a magyar válogatott játékába, és végül a remekül játszó, sokat vállaló diózsőri irányító Ocsenás Móna vezérletével 69-50-re győzni tudott Magyarország a görög nemzeti együttes ellen az U16-os kosárlabda EB-n. Szerintem ahhoz képest, hogy nem jól kezdtük az első félidőt, mármint ennél sokkal jobban szoktuk kezdeni általában a mérkőzéseinket. A második félidőben nagyon nagy energiákat mozdulsítottunk meg csapatként, és végre sikerült összeállnunk és egy csapatként küzdenünk, és szerintem ez az, ami legjobban segített nekünk, hogy együtt ezt meg tudtuk csinálni. Ezzel a sikerrel pedig zárult a csoportkör is a korosztályos kontinens tornán, a magyar együttes 2 győzelem 1 vereség mutatóval csoportja második helyét szerezte meg. Ennek hátterében pedig nagyon komoly munka és megfelelő hozzáállás található a lányok részéről. Tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz Európa-bajnokságon meccset, most már mondhatom, hogy meccseket nyerni, hiszen mindenki teljes erőbedobással van, de úgy gondolom, hogy igen, rendben voltunk a csoportmeccsek során, úgyhogy most igyekszünk regenerálódni a következő napon, illetve készülni majd a nyolcaddöntő mérkőzésre. Időközben pedig az ellenfél személye is kiderült már, így pedig elmondható, hogy a hétfői szünnap után Horvátország ellen folytatja majd szereplését a nyolcaddöntőben a magyar válogatott Miskolcon, a leány U16-os kosárlabda Európa-bajnokságon.